A múzeumi nap az év legszebb ünnepe számunkra, mondta Rémiás Tibor, a Józsa András Múzeum igazgatója. Az idén alapításának 154. évét ünneplő intézmény a felújítási munkálatok miatt az év nagy részében ugyan zárva volt a látogatók előtt, de ettől függetlenül bőven akadt dolguk a múzeológusoknak és régészeknek, derült ki a Kállai Gyűjtemény könyvtár termében tartott rendezvényen. Ezek a kiadványok például mind-mind az idén befejezett munkák eredményeit tartalmazzák. Nekünk az az évforduló ahhoz kapcsolódik, hogy 154 évvel ezelőtt, 1868-ban egy egyletet hoztak létre, múzeumi egyletet, és ennek a alapító tagja maga Józsa András volt, és ebből nőtte ki magát a múzeum, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez megtörtént, és hát 154 éve folyamatosan mi követjük ezt a hagyományt, és remélem, hogyha lát bennünket Józsa András föntről, akkor kellőképpen meg van elégedve, hogy a nyomdokait jól követjük. A Pro Múzeum díjat 2021-ben alapították, és a pandémia miatt idén tudták először közösségben átadni. Az anarchi életfát ábrázoló érmet második alkalommal szavazták meg a múzeum dolgozói, és a tervek szerint minden évben odaítélik valamelyik kollégának. A kitüntetéssel pénzadomány is jár, amely pontosan annyi ezer forint, ahány éves a múzeum. Ez egy alulról jövő kezdeményezés. Kollégák szavazhatnak, hogy ki az a kollega, aki ebben az évben a legtöbbet tett azért, hogy a múzeum épüljön, szépüljön, és olyan dolgot kitett, hogy előre vigye a múzeumot, és nagy hírnevet adjon neki. Istvánovics Eszter, régész múzeológus úgy fogalmazott, számára a régészi munka a sporthoz hasonlítható szenvedély, amely arról szól, hogyan lehet kisebb, nagyobb tárgyakból egész népek történetét kiolvasni. Az ember fogja ezeket a tárgyakat, elkezdi nézegetni, hozzá oda rakja azt, amit kint látott az ásatáson, megpróbálja elképzelni, hogy hogy éltek az akkoriak, mit csináltak, hogy állították elő ezt a tárgyat. És hát annak idején kezdő koromban egy idősebb kolléga mondta azt, hogy ahogy az ember módszeresen dolgozik, egyre inkább szélesedik a látóköre. Tehát itt találok hozzá egy párhuzamot, ott egy hasonlót, és akkor egyszer csak azon kapom magam, hogy már nem csak a múzeumban van hasonló, az egész Alföldön, aztán az egész Kárpát-medencében. Aztán túllépünk azon is, és az embernek lesz egy valamilyen szinten átfogó képe azról a korszakra, amivel foglalkozik. Most én római korral foglalkozom, és most azt mondanám, hogy ezek a népek ugye a kínai határtól idáig lesz egy átfogó képe az embernek róla, hogy mit csináltak, hogy néztek ki, milyen volt a történetük, tehát ez az izgalmas a régészetben. A múzeumi nap külsős díjazottja idén a Nóra Kft. Lett, amely csaknem 20 éve dolgozik együtt az ásatásokon a régészekkel, emellett jelentős szerepet vállaltak a régészeti raktár költöztetésében, és számos kiadvány létrejöttét segítették adományaikkal. A rendezvényen a Pro Múzeum díjakon kívül emléklapokkal és egy-egy szál virággal köszöntötték a múzeum legrégebbi dolgozóit, akik 20, 30 vagy épp 40 éve hűségesek az intézményhez.